Nagyon örülök, hogy úgy döntöttek, hogy hozzám fordulnak. Franz döntött, hogy azt mondja, megnyitott a Penny, most kell menni enni-venni. Jöjjek el vele. Egyszer csak behozott ebbe a lépcsőházba, hát mondom, itt sehol egy bevásárlókocsi. Miért nem inkább bevásárolni mentünk? Veled én már egyszer jól bevásároltam. Kedves Irén, miért döntött a párterápia mellett? Mert az István a terápiából évek óta csak az utolsó három betű foglalkoztatja. István, én minden erővel azon leszek, hogy rendbe hozzam a kapcsolatukat. Minden erővel? Most már csak felépül a Paks 2, meg elleni fog. Pista, hagyd az urat szóhoz jutni. Akkor menj ki a szobából, mert melletted nem lehet. Mellettem? Egész nap beszélsz, nem? Igen, de nem veled és nem otthon. Kérem, István, ha jól hallom, ön iszik. Hajja, pedig ma olyan halkan csinálom. De miért iszik? Ha, mert enni nem tudok. Tegnap is főztem neki. Jó, azt hittem, az bugyimosás. Csodálkoztam is, hogy nagy hirtelen mi történt. Az egyik csatornán láttam az egzotikus ételek sorozatot. Mondom, kipróbálom azt a csilei levest. Aha, azért volt benne papírfecni meg muslinca. Az nem muslinca volt, hanem csia mag. Csia jó, franc eszik ilyen hülyeségeket. Béltisztító hatású. Az biztos, egész nap rontom, mint a gyalogkakuk. De egyszer se sikerült időbe odaérned, pedig régen mindig gyors voltál. Látom, elég sokat veszekednek. Mi? Én ugyan nem, nem. Minden ismerősöm azt mondja rólam, hogy a béke repülő galambja vagyok. Annyi igaz, hogyha békén hagynak, galambokat röptetsz. A barátaim mind kedves, nyugodt, jószívű nőnek mondanak. Hát igen, manapság kevés az őszinte barát. Irén, hol ismerte meg a férjét? A patikában. Ott voltam eladó. Bejött, azt mondja neki, XXXXXL-es gumi kell. Később kiderült, hogy a piától dadogott. Ha már itt tartunk, milyen volt az első együttlétük? Akkor még azt hittem, a Pista egy jó fogorvos. Fogorvos? Igen, mert nem éreztem semmit. István, ön érzett örömet az első együttlétkor? Ah, de még mekkorát, épp akkor lőtt gólt a Fradi. Gyerek van? A szomszédban rengeteg, alig alszom tőlük. Úgy értem, önöknek hány gyermekük van? Én kettőről tudok. Ne játsz már az eszedet, ez a kettő is segítséggel ment. Hát, az biztos, hogy egy időben kicsit sűrű járt hozzánk a vízszerelő. És a gyerekek már kiröppentek a családi fészekből? Az egyik már a munkahelyéről is kiröppent. De a másiknak van rendszeres havi jövedelme. Van, van, mindig adunk neki. Ha nem akarunk balhét a haverjaival... Nézzük csak az önök kapcsolatát. Voltak éppen mi tartja önöket össze? Az az ócska panellakás. Jó, de valamiben csak hasonlítanak egymásra. Az biztos, az Irénnek pont olyan bajusza van, mint nekem. Irén, az Istvánnak melyik tulajdonsága zavarja önt a legjobban? Hát annyi ideje magának nincsen. Lépett-e már félre valamelyikük? Félre? Igen, Irénke függönyvasaláskor kiesett az ablakon. Kár, hogy a földszinten lakunk, és nem a tizediken. Hát nézzék, azt kell mondanom, nagyon hosszú ideig kell dolgoznunk ahhoz, hogy ez a házasság helyreálljon. Én ráérek, a kisközért este hétig nyitva van. Több alkalommal kell találkoznunk. A hét törpesöröző jó lesz? A legfontosabb, hogy a jó házasságban minden nap ki kell mondani négy igent. Igen, 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 igen. De tudni kell nemet is mondani. Igen, 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 igen. És önnek, István, az alkoholra kell nemet mondania. Ne. Irén, ön szerint István képes önnek igent mondani? Nem igen. Nézzék, a jó házasság művészet. Hát akkor mi egy absztrakt festmény vagyunk.
A legfontosabb az elfogadás. Na, a Pistában ez teljes mértékben meg is van. Az elfogadás? Igen, mindegy, ki mit fizet, neki elfogadja. Fontos még a kétoldali kommunikáció. Na, az meg az Irénben van, meg mindkét kezében telefon, azt egész nap kommunikál. Úgy értem, fontos, hogy őszintén beszéljenek. Stimmel, én magyarázok valamit, őszintén beszél. Elnézést, letelt a 45 perc. Várom önöket legközelebb. Az első alkalom 15 ezer forint lesz. Legalább olcsóbb volt, mint a közért, ott mindig elmegy 30 ezer. Kérem, én nagyon sietnék. Na, István, utánunk is jönnek kliensek. Nem, ma már nem fogadok senkit. Hát de még csak dél van. Igen, de így is késésben vagyok. Hova rohan ennyire? A vállóperes ügyvédhez.